Köszöntöm az Esti Mérleg valamennyi nézőjét. Sportos családi programmal folytatódik itt a műsorfolyam a Fehérvár Televízióban. Egy február 15-i eseményre szeretném felhívni a figyelmüket, ami már egy hagyományos program itt a városban. Vendégem Tóth Judit Bianca, főszervező, és hát a Nálad a Szerva Nagyi című program a témánk. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szervusz, én is köszöntöm a nézőket. Nagy örömünkre szolgál, hogy 7. alkalommal jön a Nálad a Szerva Nagyi, nagyon nagy szeretettel és örömmel készülünk. Hát, megy az idő, az biztos. Úgyhogy szombaton 10 órakor szeretnénk, ahogyan a név jelzi, nagymamákat, nagypapákat, anyukákat, apukákat, gyerekeket, családokat várni. Nagyon-nagyon fontos ez az üzenet, ugye 7 éve, amit már csinálunk, és ezzel a csodalabdával együtt a Play and Stay módszer, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy a különböző képességek vagy a korokbeli különbség annyira ez a csodalabda összehozza az idősebb generációkat és a gyermekeket, de a legfontosabb a család, ezért Nálad a Szerva Nagyi. Ugye mindjárt kitérünk a csodalabdára is. Miért fontos az, hogy mondjuk legyenek alkalmak, amikor a család apraja nagyja együtt tud mozogni, közös programon tud átélni valami olyan fantasztikus élményt, amit a sport tud adni, a közös sportolás? Én azt gondolom, hogy a mai felgyorsult világban nagyon-nagyon fontos, hogy legyenek olyan kapcsolódási és pihenőpontok, ahol anya-apa a gyerekeivel együtt teniszezik. És mi is úgy készülünk erre a rendezvényre, hogy például a játékok folyamán olyan speciális forgók lesznek, hogy csak anyuka forgó, apuka forgó, és a kisgyerekek szurkolhatnak a szüleiknek. Nagymama forgó, nagypapa forgó. Ez nagyon-nagyon fontos. Összehoz mindenkit ez a teniszjáték. Fontos, a rohanásban egy picit megálljunk, és egymásra tekintsünk, és szurkoljunk egymásnak, és jól érezzük magunkat a különböző játékok, feladatok teljesítésekor. Ugye, hogyha a tenisz az ember eszébe jut, akkor azért egy ilyen nagyon dinamikus, nagyon pörgős, nagyon mozgalmas sportág elevenedik meg így a lelki szemeink előtt. Hogy jön ehhez a Nagyi? Hát a nagymama tulajdonképpen úgy jön ehhez, azt is mondhatnám, hogy lehetne nagypapa is, hogy a nagymamák ugye a család tűzhelyei, összetartói. Engem különben nem a nagymamám, hanem a nagypapám vitt le 5 éves koromban a teniszpályára, de nagyon-nagyon erős ez az érzés bennem, hogy a nagyszülőknek milyen szerepe van. És valóban így van, hogyha egy nagypapa, nagymama az unokájával együtt sportol, hát az egy elképesztő csodahíd. De a te esetedben ez olyan jól sikerült, ez a szenvedély átadása, vagy ezzel a tenisz szeretetével való megfertőzöttség, hogy hát az idei évben elmondhatjuk azt is, hogy 40 éves jubileum az edzői pályádon. Igen, 40 évvel ezelőtt, 19 évesen kezdtem az edzői pályafutásomat, mint segédedző Budapesten. A Petőfi híd Budai híd főénél van az ELTE, az Egyetemi Sportközpont. És 19 évesen ott hátul a pici mini teniszpályákon kezdtem még az edzői pályafutásomat, és ebben az évben vagyok 40 éve a pályán. Igen, egy picit én is így megállok hirtelen, hogy már 40 év, hogy milyen hamar elrepült, mint hogyha most kezdtem volna. És már a kezdetén használtad ezt a csodalabdát, ezt a csodamódszert, hogy ezt időközben ismerted meg? Nem. 40 évvel ezelőtt nem volt ez a Play and Stay módszer, amiről beszélünk, ami egy háromfokozatú módszer, itt van a kezemben ez a piros-sárga labda, ez az első fokozat, a második a narancs, kicsit keményedik a labda, a harmadik pedig a zöld fokozat. 40 évvel ezelőtt kispályán játszottunk ugyan, de úgynevezett szivacslabdákkal. Akkor a Nemzetközi Teniszszövetségnek volt egy módszer, az ITF-nek, és szivacslabdákkal dolgoztam a gyerekekkel. Akkor még ez a módszer sehol nem volt, de nyilvánvalóan a szinteknek megfelelően, eszközöknek megfelelően, akkor is gyerek pici teniszütőkkel és szivacslabdával dolgoztak a kezdő gyerekek. Miért különleges ez a módszer, vagy mi a szuper dolog ebben? Azért különleges, mert nem gyorsan pattan a labda. Tehát amikor majd tanulni fognak a felnőttek és a gyerekek, kezdők, bár hál' Isten, most már az elmúlt 7 év alatt annyian vagyunk, és olyanok is jönnek, akik már régóta teniszeznek, de a kezdésnél ez a labda azért tesz csodát, mert nem kell kapkodni a mozdulat végrehajtásakor. Rendesen hozzá lehet állni az ütéshez. Ez nagyon fontos, és pláne a mai felgyorsult világban, hogy az ember ugye rögtön sikerélményt akar, rögtön, hogy meg tudjam csinálni.
ez a módszer tényleg segít, hogy mindenki kortól, ügyességtől függetlenül eltalálja a labdát, át tudja ütni a háló felett. Meg hogy mondjuk az a biztos, stabil alapok meglegyenek. Így van, a biztos, stabil alapok nagyon-nagyon fontosak, és mivel különböző képességek a felnőttek és a gyerekek, ezért lépésről lépésre ez a labda nagyon-nagyon hozzá segít, hogy legyen sikerélmény, és valami olyan induljon el az emberekben, hogy az én feladatom a megszerettetés. Szerettetni, ez nagyon-nagyon fontos dolog. Erre mondjuk itt a városban van is lehetőség meg alkalom, mert hát egy egészen unikális dolog szerintem az, ami Fehérváron van, hiszen az általános iskolás gyerekeknek, a nagy részének én azt gondolom, hogy a tenisz ott van a menetrendjében, a mindennapjaiban. Elég, hogyha a saját gyerekemre gondolok, harmadik osztályos, és náluk ez így a pénteki nap arról szól, hogy akkor mennek, és edzésen, tenisz órán vesznek részt, és hát valahol ezzel aztán igazán lehet jól utánpótlást toborozni, meg hogy úgy általában, hogy a tenisz benne legyen a kis lurkóknak az életében. Ez így van, ez egy nagyon szerencsés dolog, hogy a Kiskuti Teniszklub keretén belül 1400 gyerek teniszezik, 14 iskolán van benne az iskola teniszprogram keretén belül, heti egy alkalommal találkozik a tenisszel. Ez egy fantasztikus dolog, ez egy mindig egy picit szelid indítás arra nézve, és minden irányban fejleszt, azaz óra, kéz, szem, kontaktus, egyebeket nagyon-nagyon fejleszti a labdával, az ütővel való kapcsolat. És hát ez valóban így, hogy ez Európában ez egyedülálló. Magyarországon belül talán még egy rendszer van, a Dunakeszi teniszklubban van, ott 500 gyerek így teniszezik, iskolai teniszklub rendszer keretén belül, de ez a fehérvári, ez valóban egy egyedülálló dolog. Hogyha még egy kicsit visszatérek a nálad a Szerva Nagyira, illetve mondjuk akár erre a labdára, ezt is kipróbálhatják az érdeklődők, vagy milyen programokon vehetnek részt? Tulajdonképpen már hagyományá vált nálunk, hogy az első programunk Sárai Rita, kerekesszékes gördülő tánccsoport vezetőnője fog minket parazumbával bemelegíteni. Ez már minden évben így van. Utána egy kis általános bemelegítés, játékos bemelegítés után három színtéren kezdők, haladók, középhaladók felállnak a teniszpályákra, és 11 edző lesz, aki segíti mindenkinek, hogy egy jó élménye legyen. És akkor, amikor a bemelegítések megvoltak és a képzések, utána jönnek a forgók, a játékok, majd a program végződik kora délután, amikor a családok fognak egymással teniszezni csapatokban. Ezekre előzetesen kell nevezni, vagy akár ott a helyszínen is megtehetik? Nem kell előzetesen nevezni. Mi az iskolákba kiküldtük ennek a programnak a kiírását, és aki jön, azt természetesen szeretettel várjuk. A helyszín pedig ugye hagyományosan a Videóton Oktatási Központ. Így van, Videóton Oktatási Központnak a csarnoka, az nagyon-nagyon jól átlátható. Még ha valaki föntről nézi az egész rendezvényt, áttekintheti a különböző szintereket, és szerintem az egyik legalkalmasabb szintér erre. Az is egy ilyen izgalmas része a programnak, hogy ha már a parazumbát említetted, hogy nem csak a generációk között képez már az indulás óta egyfajta hidat ez a fantasztikus rendezvény, hanem az épp és a társadalom fogyatékkal élő tagjai között is. Igen, és ezt mindig el szoktam mondani, hogy a NADA Szerva Nagyinak az ötletét a Mozgássérült Egyesületem, az Alternatíva Egyesület családtagjaival kezdtünk ilyen családi tenisznapokat. A kerekesszékes tenisszel. Tulajdonképpen is ez adta az ötletet, hogy bővítsük, amikor az iskolában ugye elkezdtem tanítani. Valóban így van, lesznek kerekesszékesek is, és én is még egy speciális kerekesszéket fogok vinni, aki akarja menet közben kipróbálhatja. Amúgy azért elég sokat szoktam a kerekesszékes teniszről beszélni, nem csak a nálad a Szerva Nagyinál, hanem a nyári tenisztáborban is. Az utolsó nap pénteken mindig a gyerekek kipróbálhatják a kerekesszékes teniszt, sőt számítógépen mindig leszoktam vagy a Wimbledoni, vagy Ausztrál Open, vagy US Opennek a kerekesszékes nagy versenyének a döntőjét nézhetik a gyerekek. És megtanulhatják azt is egy kicsit, érzékenyítés, hogy
tisztelni kell őket, a kerekesszékes embereket, de nem kell őket félteni, félni tőlük. Ugyanúgy élik az életüket, ugyanúgy vidámok, és élnek, és sálót alapítanak, és tanulnak, és megy tovább. És teniszeznek, és megy tovább az élet, és ez fontos dolog. Sőt, hát én láttam akár, hogyha visszagondolok itt az elmúlt évekre, olyan meccset is, amikor hát bőven elverte a kerekesszékes, teniszes sportoló az épp és egészséges partnerét, hiszen a kerekesszékkel is fantasztikus eredményeket lehet elérni. Ez így van, és a világon a Djokovic, a híres, világhíres teniszező az, akit nagyon sokszor meghívnak ilyen kerekesszékes teniszrendezvényekre, és beleül ő is a kerekesszékbe, és jól játszik a kerekesszékben, ő is teniszezik. Úgyhogy világklasszis, és ugyanúgy azon a szintéren is helytáll, ami tiszteletre méltó. És mi egyébként a tapasztalat? Az iskolai teniszprogram, meg úgy általában az az aktív sportélet, teniszsportélet, ami itt van a városban, ez gondoskodik-e arról, hogy legyen megfelelő számú utánpótlás? Igen. Nagyon szerencsés helyzetben van a város, mert a Kiskuti Teniszklub most egy olasz edző jött be a rendszerbe, Luca Apinónak hívják, a Budapesti Mese Teniszklub segítségével, és ők elkezdték a kiválogatást, hogy az ügyesebb gyerekeket, hogy a versenytenisz alapjait meg tudják teremteni. Tehát ez az iskolatenisz program, ez ennek is lehetőséget ad, és ez nagyon helyes dolog. Vagy egy ilyen előszobája lehet? Ez egy előszobája lehet a későbbi lehetőségeknek természetesen. Ez nagyon fontos. Tehát akkor nem csak a tenisz szeretete, de gyakorlatilag az ilyen tehetséggondozás, utánpótlás nevelésben is fontos szerepet vállaltok. Így van, így nagyon-nagyon fontos dolog. Nem csak a megszerettetés, illetve a későbbi bérlőknek a nevelése, azért mondjuk ki, hogy bentartani ugye aki megszereti a teniszjátékot, hanem aki egy kicsit többet szeretne, az előre léphet és dolgozhat, hogyha nagyon megszerette ezt a játékot. Kinek és miért érdemes teniszezni? Nyilván mindenkinek. De milyen előnyei vannak, hogyha az egészségünket nézzük? Érdekes, ugye én fiatal koromban versenyeztem, én akkor onnan kezdeném, hogy az életemben a gyerekkori teniszes barátságok, mind a mai napig 53 éves barátságaim vannak, mondhatom, ami akkor született. Tehát egyrészt egy barátság a külvilággal. Bárhova kerül az ember az életébe, kap egy egyetemi ösztöndíjat, ezt szoktam a gyerekeknek mondani, elkerülsz külföldre, lemész a teniszklubba, és rögtön kinyílik egy világ. Ha mentális részét nézem, a tanuló gyermekeknek nagyon-nagyon fontos, hogy nem csak a tenyeres és fonák ütéseket lehet megtanulni, hanem mentálisan fejlődök, mert döntéseket kell hozzak. Ott a játék közben figyelnem kell magamat, figyelnem kell az ellenfelemet. Tehát nagyon-nagyon nevelő hatása van, és mentálisan is nagyon-nagyon fejleszt a tenisz. És hát egy csodálatos játék. Én nagyon boldog vagyok, hogy vannak olyan tanítványaim, akik nagyon kicsi, 6-7 éves korban kezdték, és 8-9 éves benne vannak a rendszerbe, és olyan boldogság 8 év után egy edzésre, amikor még edzésre jár, lazán ütögetünk egymással, és ránézek, és mondom, jaj, de szép ezek az én mozdulataim, és boldogsággal tölt el, mert végigkísértem a folyamatot, és ez egy óriási nagy öröm és szerencse a sorstól. Ahogy említetted, hogy jaj, de szép ezek az én mozdulataim, akkor minden edzőnek a lenyomata ott van egy-egy hosszú ideig tartó ilyen edzői nevelt gyermek kapcsolaton, tehát hogy lehet látni a ki melyik iskolában sajátította el a bizonyos mozdulatokat, ütésformákat? Igen, lehet így is mondani. Picit különbözőek az edzőek. Van, aki, én mondjuk a technikára nagyon-nagyon nagy gondot fordítok már az elején. Picit ebben különbözőek vagyunk, de mindenki valóban lehet látni, hogy melyik iskolához tartozik, vagy melyik edzőhöz jár. De az alapok közösek. Azok az alapok, amit az elején nagyon-nagyon precízen meg kell tanítani a gyerekeknek, ami elkíséri őket. A nagyon jó alap, amire később valóban lehet alapozni. Hát azt hiszem, hogy mindebből, és hát a családi összetartó program erejéből is ízelítőt kaphatnak. Még egyszer mondjuk el a végén a nézőknek, hogy mikortól is érdemes akkor február 15-én szombaton ellátogatni a Videóton Oktatási Központba. Igen, február 15-e szombat, VOK, 10 óra, és körülbelül 1:30-2-ig tart a rendezvény. Szeretettel várunk mindenkit. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.
nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket. Ne feledjék, tehát február 15-én nálad a Szerva Nagyi egy igazán mozgalmas családi programra tudnak ellátogatni, hogyha idejük engedi és kedvük is van hozzá, akkor tegyék meg. Viszontlátásra!